A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Én azt gondolom, hogy ma már mindenki tudatában van annak, hogy igenis szükség van a kortárs irodalomra, kortárs költőkre és kortárs írókra, hiszen olyan gondolatsorokat fogalmaznak meg, amelyek nagyon is 21. századiak, és azért megvan a mélységük is. És ennek nem vagyunk ilyen, hála Istennek itt Székesfehérváron sem, hiszen itt van köztünk Kis Gábor, Gabesvé. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Örülök, hogy itt lehetek. És hogy milyen Gábor útja, vagy milyen a költészet és a próza Gábor módra, azt most ebből az új kötetből is megtudhatjuk, hiszen egyszer már talán emlékeznek rá, hogy bemutattunk egy kötetet. Most itt van a Bohóc két arca, a Relax, és ha megfordítom, akkor pedig az irónia játékos formában. Ahhoz, hogy megértsük azt a fajta írói mentalitást, költői mentalitást, ami a tiéd, én hoztam egy Oravec-Nóra gondolatot, ami azt hiszem, hogy rávilágít arra, hogy miként kell kortárs költőként írni, gondolkodni. Eljön majd az a nap, amikor kevés lesz a vonzalom, amikor nem lesz elég az, hogy van szikra, nem fog érdekelni. Nem fog hinni neki, mert jól tudod, hogy szikrák lehetnek, de amilyen hirtelen jönnek, olyan hirtelen el is tűnhetnek. Megtanulsz mélyen a dolgok mögé nézni, józanul ítélkezni, és nem hinni a varázslatnak. Lesz varázslat, de másképp, az igazi varázslat a mélységből jön, nem a pillanatból, vagy ha mégis, az csak ideiglenes, nem tart örökké. Én azt hiszem, hogy te birtokában vagy a varázslatnak, és a könyveidből azt is megtudhatjuk, hogy milyen a te világod. De tényleg megtudhatjuk? Mindenképpen. Tehát a barátaim szerint és a családom szerint is az egyik legnagyobb erőssége a költészetemnek, hogy valós élményekből táplálkozik, és így könnyebben megtalálja magát benne mindenki. Úgyhogy én ezt tartom az egyik legnagyobb erősségnek. Nem szeretem az olyasfajta költészetet, amikor nagyon elvon dolgokról írunk, amit mondjuk lehet, hogy akár hetekig tart megérteni. Az nem baj, hogyha egy verset nem értünk meg elsőre, nem baj, hogyha még egyszer el kell olvasni, de én azt szeretem, hogyha megtalálja magát benne mindenki, hogy észreveheti azt, hogy jé, ez velem is megtörténhet, ez velem is megtörténhetett, csak esetleg nem tudnám így leírni. És az előző gondolatokhoz visszakapcsolódva nagyon igaznak tartom, fontos a pillanat varázsa, viszont fontos az, hogy ne égjünk el hamar. Tehát ez az előző gondolat, ez nagyon velős volt, mert hogyha nagyon hamar elég az a pillanat, akkor maga a költő is nagyon hamar elég. És úgy gondolom, hogy én is így már a 870. vers fölött, mert még egyszer a kiadóval összeszámoltuk, hogy hány vers jelent meg nyomtatásba pontosan, és az új kötettel együtt már 870 fölött járunk. Így már ki lehetett volna égni, úgy hiszem, és úgy gondolom, hogy ez az új kötet, ez most tőlem is egy új vonalat képvisel, főleg az irónia része, és nagyon jó érzés megújulni, és nagyon jó érzés utána, akár még ugye hónapokkal később kézbe venni a könyvet, és azt mondani, hogy ez tényleg jól sikerült, meg nagyon jók a mostani visszajelzések eddig, ugye még nem egész két hónapja jelent meg, de már most nagyon sok visszajelzés érkezett a könyvről. Úgyhogy gondolom, hogy aki szán rá időt mind a két felére, mert tényleg azért lett így úgymond egymással szembefordítva, megalkotva a könyv kinézete, mert teljesen két különböző világot tár elénk. Tehát a Relax rész az egy nagyon belső világot igyekszik megmutatni, ez is lett az alcíme, hogy az igazán belső bolygó. Az irónia néz, meg ahogy a nevében, a címében is benne van, csíp egy kicsit, az meg egy tőlem is teljesen új stílust vonultat fel, és ott vannak olyan versek, amit lehet, hogy valaki egy kicsit megsértődik, de hogyha mögé néz, akkor meg elismerheti, hogy igen, ez a mai világunkban jelen van. Nagyon-nagyon fontos gondolatok szerepelnek.
itt van mindjárt a bevezető, ugye a Relaxból. Itt csak a végét hadd idézzem meg, örülök, hogy az lehetek, bohóc. Vigyázz magadra és a törékeny világodra, ugye azzal kezdődik, hogy köszönöm, hogy a barátom vagy, herceg. Örülök, hogy az lehetek, bohóc. Vigyázz magadra és a törékeny világodra. Nagyon sokat ér, és most adj belőle másoknak is, hát ha ezúttal a szavakon keresztül elérsz hozzájuk. Minden jót neked, bohóc. Így röviden. Hát ez elér, én azt hiszem, hogy aki beleolvas ebbe a könyvbe, vagy elolvassa és elmélyül benne, az elér. De honnét jön a szikra? Nyitott szemmel kell járni. Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy nyitott szemmel, és a másik fontos, hogy nyitott szívvel kell járni, mert nagyon sokan a mai világba bezárkoznak, akár szemmel, ha szemükre gondolunk, akár ha szívükre gondolunk. Tehát nagyon sokan építenek ma falat maguk köré, ami másokszor túlzó. Nem baj az, hogyha egy kicsit bizalmatlan az ember, mondjuk úgy, de hogyha folyton zárt szemekkel, zárt szívvel jár, akkor nagyon kevés öröme lesz az életbe. És igazából nálam ugye a kisherceg motívum az visszatérő, mivel az egyik legfontosabb műnek tartom a világirodalomban, és ez a beszélgetés, ez a kisherceg és a bohóc között zajlik, mindig hozzá elutazva, és hát ugye nála volt az egyik legfontosabb gondolat az, hogy jól csak a szívével lát az ember, és ezt én mai napig tartom. És leginkább szerintem ez kell ahhoz, hogy nyitott szívvel és nyitott szemmel tudjunk járni. Ezt miként tanultad meg? Ugyanis én azt gondolom, hogy ez nem tanulható. Volt az indítatásod? Hát én mindig is egy kicsit őszintébb ember voltam szerintem, mint a környezetem, és ezt igyekeztem átvinni a költészetbe. A tanulás része az volt, hogy ezt hogy tudom szépen átadni, és esetleg hogy tudom jobban úgy átadni, hogy ne bántsak meg másokat vele, de mégis maradjon őszinte, mert úgy gondolom, hogy ha valakinek a művészete nem önmagát sugallja, nem önmagát takarja, akkor egy idő után hiteltelenné válik, és ezt soha nem szerettem volna, hogyha bármelyik, aki ismer mondjuk, főleg, és elolvassa egy versemet, egy művemet, akkor azt mondja, hogy hát ez nem te vagy, ezt én nem hiszem el tőled, és azt hiszem, hogy egyik művemre se lehet ezt elmondani. Hát ez nem hibrid állapot semmiképpen. Igen. Sem. Mennyire tényező az elfogadás az életedben, illetve a verseidben? Mert én azt gondolom, hogy elfogadás nélkül bármilyen stílust képvisel az ember, nem működik. Igen, az egyik legfontosabb, tehát ez több versemben is ott van. Ugye az egyik legfontosabb mondat az életemben, hogy ha mindig az embert nézd. Tehát ne sztereotipizáljál, ne adj a mások véleményének, a saját szemeddel láss, a saját szíveddel tapasztalj, és úgy ismerd meg a másikat. Nagyon sokszor tapasztaltam az életben én is, hogy azért nem jöttek létre kapcsolatok, vagy majdnem azért nem jöttek létre kapcsolatok, akár barátságok, akár szerelmek, mert az emberek mások véleményéből akartak akár engem is felépíteni, és nem adták meg úgymond azt az egyesét. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog az életemben, meg az egyik legfontosabb nézőpont, hogy adjunk egyesét a másiknak, és utána is lehet nemet mondani. Tehát, hogyha valakiről úgy érezzük, hogy nincs helye az életünkben, akkor a bizonyos egy esély után is mondhatjuk neki azt, hogy köszönöm szépen, nem biztos, hogy én akarom, hogy jelen legyél az életedben, de nagyon sok kiváló lehetőséget szalaszthatunk el, hogyha nem adjuk meg azt az egy esélyt. Kerülöd a gátakat, vagy ledöntöd? Inkább ledönteném. Semmiképp nem szeretném kerülni, pont az előző gondolatmenet folytatásaként is, mert úgy gondolom, hogy ha kerüljük, akkor lehet, hogy gát mögött olyat találunk, ami egy jelentős pont lehet az életünkben, de kikerültük, és így nem fogunk vele találkozni, és utólag lehet nem tudjuk meg, hogy örökre megbánjuk, de lehet, hogy az is, hogy szembesülünk vele, hogy hát ezt le kellett volna dönteni, ezt a gátat. Ugye ez ritka erény, valljuk meg. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy te azért lubickolsz a másként látásban. Igen, tehát főleg egy költő úgy gondolom, hogy nagyon jól tud, ha már lubickolásnak tartunk, úszkálni benne, mert bátrabban meríthet. Lehet, hogy nem azt mondom, hogy kicsit kivételezett, de talán mindenképp, hisz ő úgy leírhat dolgokat, amit nem biztos, hogy más egyből érteni fog, úgyhogy nem biztos, hogy más látni fogja benne azt, amit ő leírt, és ezért akár nem is sértődik meg, nem bántódik meg, de ha mélyre benéz,
ami manapság azért annyira nem divat egy költemény mélyére nézni, pedig pont a kortárs költőknél lenne rá lehetőség, hiszen meg tudjuk tőlük kérdezni, hogy mire gondolt a költő. És akkor már lehet, hogy még jobban el tudunk rajta gondolkodni, hogy hát ez nem is írt olyan hülyeségeket. Én jó néhány könyvedet ismerem, és az a meggyőződésem, hogy te mérhetetlenül sokszínűségben látod a világot. Van egyáltalán olyan, ami dühít? Sok minden. A legdühítőbb dolog számomra az emberi hülyeség, ami azért valljuk be manapság eléggé nagy hullámokba tud felcsapni. Meg amikor azt látom, ez akár hétköznapokban, akár egy munkahelyen, ott is egyre jobban igaz, hogy egy kicsit emberi hozzáállással sokkal jobbá tudnánk tenni a környezetünket, a világunkat, akár a kis mikrovilágunkat is, egy kis törődéssel, és mégis jön a legtöbbször mondott kifogás, ez a nincs rá időm, nem is akarom megtenni, tehát mondom, tényleg ez akár munkahelyre vetítve is mondhatom azt, hogy amikor tényleg csak egy emberi hozzáállás változás kellene, és az egész millió, ahol életünk szinte egyik legnagyobb részét töltjük, jobb lehetne tőle. Tehát azért nagyon sok dolog tud dühíteni. De önálló vagy mindenképpen, önállóak a gondolataid. Például itt van ez a nagyképű vers magamról. Há, hát látod, kedves idegen, ezt is elértem, ha kicsit kacskalábon is, de forog a kis palota, és bizony itt van még 14 könyv is mögöttem, sok nemes medál, azt is mind meg kellett ám szerezni, kedves családomat örökké és mindennél jobban szeretni. Azt hiszem, hogy ez is nagyon-nagyon sokat elmond arról a mentalitásról, ami körülvesz téged. Egyébként a családod miként áll hozzá ezekhez a versekhez, hiszen olyan mélységeket fogalmazol meg, ami azt hiszem, hogy bizonyos értelemben egyedi. Pont nagyon jó reakció volt édesanyám reakciója az új könyvre, mert szinte ő volt az egyik első, akinek megmutattam, hogy na mit szólsz ehhez, hogy ez most egy új stílusba fog készülni. Külön, ő kapott egy külön verset, ami így szokatlan volt, mert édesanyám most már így másfél éve nem eszik húst, és akkor ő kapott egy úgymond egy ilyen kis fricska verset, a hústalan húszafatként van benne, ami úgymond a vegetáriánusról szól. Olyan sor van benne, hogy a spagettin, a borsó, a húsnak mondja, hogy tesó. Tehát egy kicsit úgy kifiguráztam, hogy amikor próbáljuk a húst helyettesíteni olyan dolgokkal, ami nem az, de mégis úgy néz ki. És a nagymamám is elolvasta már a könyvet, ők az első olvasóim általában, és meglepő módon neki is tetszett ez a rész is, pedig úgy gondolom, hogy az egy kicsit a fiataloknak szól. Tehát nagyjából azt mondom, hogy ez a 2008-as év volt egy kis fordulópont, amikor Pesten lett az első bemutatóm, és akkor ők ott voltak. Nagyon nagy siker volt akkor ahhoz képest, hogy nem voltam abszolút ismert, ennek köszönhető volt az akkori irodalmi műhely vezetőjének, aki nagyon sok munkát tett bele akkor, és akkor úgy fölnéztek ők is, hogy hát ebből lehet, hogy lesz valami, mert mondjuk úgy, hogy addig csak írogattam, és azóta meg, tehát azóta nagyon lelkes rajongóim, például volt olyan könyvem, amin édesanyám volt az előolvasója, mert mindig van egy, minden könyvemnek egy előolvasó, aki tesz észrevételeket, és akkor igyekszem az ő tanácsait megfogadva esetleg változtatni. Volt olyan, hogy jelentős változás volt az egyik könyve, mert jelezte az egyik előolvasó, hogy például nem érti a cselekményfonalat, és akkor megváltoztattam, mert valóban lehet, hogy én mint író értettem, de nem volt az olvasó számára érthető. Tehát a családom nagyon fontos. Tehát nekünk van egy nagyon picike családunk, sajnos ugye nagypapánk múlt évben elment, így már csak 4 maradtunk, anyukám, nagymamám, meg öcsém, de ez a kis családunk nagyon összetartó, és így az irodalom is jelen van a könyveim által, és én ezt nagyon örülök, mert mindenki nagyon szeret olvasni a családba, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Azt gondolom, hogy, és tudom, hogy tudatosan írsz, de van olyan, hogy forrongsz egy-egy történet, egy-egy cselekmény, egy-egy gondolatsor kapcsán? Igen, szerintem az nagyjából akkor abban a költeményben észre is vehető, hogy egy kicsit erősebb szóhasználattal, tehát
Nem szeretem mondjuk úgy az indokolatlan káromkodásokat a versben, de viszont úgy érzem, hogy ha meg jelen kell lennie, mert ráerősít egy kicsit a mondani valóra, meg fel akarja hívni a figyelmet, akkor igenis jelen kell lennie, tehát attól még az szép irodalom, hogy esetleg belekerül egy-két csúnya szó, mert lehet, hogy az illető arra kapja föl a fejét, és akkor még egyszer visszaolvassa, hogy ez mi is volt, és elgondolkodik, hogy egyetért vagy nem ért egyet, természetesen ugye nem kell minden költeménnyel egyetérteni, mert az ellenvélemény is vélemény, ugyanúgy tud építeni, és meg fontos a kritika is. Tehát ez egy igen, másik. A kritikáról szeretnélek kérdezni. A nyilvánvaló kritika mindenek felettisége az ilyen ebben a formában nem igaz, főleg egy kortárs költőnél, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy aki a múltban révedezik bizonyos értelemben a költészet szempontjából, az nem nagyon érti meg, hogy lehet ilyen jellegű szabad verseket írni, ahol ha úgy tetszik, szabadon szárnyalnak a gondolatok, és mélységesen 21. századiak, és jószerivel minden benne van, ami egy ember fiát érhet a hétköznapokon, vagy akár az ünnepein. De ez fontos számodra, hogy azokra figyelj oda, akik egyik oldalról úgy tudnak kritizálni, hogy hitelesek maradnak ebben? Igen, nekem nagyon fontos a kritika. Tehát én soha nem szoktam megsértődni rajta. Elgondolkodom, nem kell nekem se egyetérteni az összes kritikai észrevétellel, úgy gondolom, de nagyon sokat tudok tanulni belőle, tehát pont az első két kötetnél, amit már a saját magam kritikusaként is másképp írnék meg, ott is ahhoz, hogy ott nagyon sokat vitatkoztunk még, tehát ott még kezdőíró voltam, mire összeállt a kötet, ott nagyon sokat ellent mondtam a szerkesztőnek is, meg minden, mert szinte ki akarták forgatni a műveimet, és az nekem nagyon nem tetszett. Majd utána azért szépen, ahogy teltek az évek, megtanultam, hogy írjak egy kicsit úgy, hogy az én maradjak, de megfeleljek akár a kritikusoknak is, bár az is tény, hogy úgy gondolom, hogy egy kötet akkor jó, hogyha saját magamnak megfelel 100%-ba. Tehát nem kell semmilyen kritikusnak megfelelni. Ők pont azért vannak, hogy kritizáljanak egy kötetet, elolvassuk, tudomásul veszik, tanulunk belőlük, de hogyha már úgymond valakinek a világára formáljuk a saját kötetünket, ugye akkor az már kiderül, hogy azok nem mi vagyunk. És szerintem az egyik legfontosabb a kortárs irodalomban, hogy a költő maga legyen a könyvbe, jelen legyen a könyvbe, és tudja vállalni akár 10 év múlva is, hogy az az én könyvem. Ugye a környezetedről beszéltünk, hogy nagymamád, édesanyád is olvassa a könyveidet, és a barátaid mit szólnak hozzá? Ebben az értelemben megerősít, hogy olvasnak? Hát ugye ez egy sarkalatos pont. Tehát ez egy kicsit ez a, mondjuk úgy, hogy egy kicsit ilyen negatív része mindig a megjelenéseknek, hogy azért nagyon kevés ember szeret ma olvasni. Tehát ez bárhol nézek körül, akár az én közvetlen környezetemben, tényleg akár a munkai környezetben azért nagyon-nagyon kevesen vesznek könyvet a kezükbe, az említett kifogás legtöbbször nincs időm. De most annak örülök, hogy ugye ebbe az irónia részbe főleg nagyon sok vers szól a fiataloknak, hiszen nagyon sok vers íródott akár szleng nyelvezetben is. És már legalább odáig elértem, hogy a kedves csapattársaim, ugye most egy nagyon fiatal csapatba védek kis pályán, és nagyon sokat merítettem belőlük. Tehát az irónia résznek a nagy, szerintem akár az egyharmada is, a belőlük merített kis mindennapi szösszenetekből épült föl, és tényleg van olyan, ami teljes szlengbe íródott, ahol volt olyan, ahol ők voltak a lektorok is, tehát megmutattam nekik a verset, hogy na nézzétek meg, hogy nem írtam-e hülyeségeket szlengből. Például ott van egy ilyen vers, hogy cool a tesi, tehát hogy vagány a tesó, ez szlengesítve. És akkor azokat ők kritizálták, és már el is olvasták, meg vannak nekik személyre szóló versek, tehát most ez a kis fél év nekem, amióta náluk játszom, náluk védek, azóta nagyon sok új inspirációt adott, és ezeket igyekeztem megragadni, és szerintem ennek köze van ahhoz, hogy ez a könyv nagyon hamar elkészült. Tehát ez 220 vers nagyjából, és 3,5 hónap alatt kész volt a 220 vers, és egyikre sem kellett azt mondani, hogy jó van, kidobjuk, mert nem jó. Ez
Igen, bárhol nyitom ki egyébként, ezzel találkozunk, amit mondasz. Itt van például a Szinténél nyitottam ki, köszi, ha akarod, persze, szinte jól vagyok, pillanat, megyek, csak egy állarcot gyorsan feldobok. Viszont abban bizonyos vagyok, hogy rajtad nincs állarc. Soha? Nem, ez nem igaz. Vannak olyan életszituációk, amikor kell. Például mindig előjön a munkahely, de akár mondhatok egy hivatalt is. Tehát a hivatalba bemegy az ember, akkor úgy viselkedik, ahogy a hivatalban kellene viselkednie. Viszont amikor olyan helyen lehetek, mint akár most is, akkor nem szeretnék állarcot hordani. Tehát én nagyon sokáig olyan világban éltem, meg úgy, nem azt mondom, hogy úgy neveltek, de úgy nevelt a világ, hogy igenis állarcot kell felvenni, mert a környezetünk, főleg a távolabbi környezetünk nem kíváncsi az igazi énünkre. Nagyon sok évnek kellett eltelni, szerintem egy olyan 10-12 évvel ezelőtt jutottam el odáig, már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az a pont, hogy nem, ez így nem jó. Azokat az állarcokat le kell vetni, mert hogyha az ember már sokszor este hazamegy, benéz a tükörbe, és akkor se tudja, hogy ez én vagyok, ez én voltam ma, akkor szinte felesleges az élete szerintem. Így van, hát ezt ki is fejezed, itt van, megint csak kinyitottam, ne élj vakon. Vesd rám a sokadik követ, tudod, mondták, sosem kerested, miért, hisz ők mondták, és ők azok, akik mindig jól tudják. Ha ez még nem lenne épp elég, egy zavaros nagykönyvben le is van írva, ott, hol egy kétes elmélyű próféta a gyűlöletből cserjéző boldogságot tanítja. Ami azt jelenti, hogy te keresed a boldogságot, én azt gondolom, és rá is bukkantál, rátaláltál. Egyrészt hát nyilván a versírásban, a másik oldal pedig, hogy a környezetedet tulajdonképpen magad választhatod meg. Ez jövőkép is bizonyos értelemben? Ez az lenne jó, hogyha ez egy állandóság lenne. Tehát az egy fontos, szintén egy ilyen kis fontos szösszenet az életemben, hogy ne az legyen, hogy az bizonyos pohár, vagy az, hogy már szinte nincs is, vagy állandóan félig üres, hogy mindenben lehet jót találni. És én igyekszem azért úgy élni, hogy minden napban, minden percben, minden héten, minden eseményben a jót vegyük észre. Tehát ne az legyen, most mondok egy bődli prédát például, hogy kapok egy tokai bort, és akkor hát köszönöm szépen, de meleg. Tehát, hogy nem, hogy örülök neki, hanem akkor észreveszem azt, hogy hát nem nincs behűtve, nem tudom meginni. Tehát azért mondom, ez egy nagyon hülye példa volt, de ez lenne a lényeg, hogy tényleg a mindenben az apró jót vegyük észre. Például tegnap ért egy olyan jó impulzus, hogyha kitérhetek rá egy kicsit, hogy például találkoztam Bánki Beni barátommal, aki ugye egy slammer, egy fiatal slammer, aki Red Bull Pilvakert is vezetett már 19 évesen. És épp a Balaton mellett nyaralt, megbeszéltük, hogy összefutunk, és egy annyira jót beszélgettünk, hogy úgy elrepült 4 óra, hogy észre se vettük, és ez tegnap például teljesen feltöltött, hogy nagyon jót beszélgettünk. Tehát kimondhatod azt, hogy a másik könyvben majd pont úgy szeretlek, ahogy vagy? Ez nagyon fontos. Tehát én úgy érzem, hogy azok az emberekkel vegyük körül magunkat, akire ezt rá tudjuk mondani, hogy pont úgy szeretlek, és ne akarjuk a barátainkat megváltoztatni. Tehát keressük inkább meg bennük azt, ami számunkra jó. Biztos, hogy lesz olyan, ami nem. Azokat hagyjuk meg nekik, és szerintem, amire már egyszer kitértünk, ez is az elfogadás része, hogy nagyon-nagyon sok ember nagyon-nagyon sok értékkel rendelkezik, de ha saját magunk arcára akarjuk őket formálni, akkor lehet, hogy ezek az értékek elvesznek. És próbáljuk meg bennük megragadni azt, ami miatt ők csodálatosak. Bizonyos vagyok benne, hogy megerősít, hogy olvasnak. Tegnap például a színész búcsún voltam a Városházán, ahol Cserpakovics András búcsúztatta az évad végén távozó színészeket. Aztán egy egészen másokból belelapoztam a polgármester Facebook oldalára, ahol a legnagyobb megdöbbenésemre ott volt egy versed, amit ő tett ki, mindenfajta kommentár nélkül, ebből is látszik, hogy tényleg nagyon sokan olvasnak. Ez a királyom az álmunk közös, 1000 éve alszik itt a tegnap, van, aki gyorsan múlik, s van, aki marad örök, együtt igen, csak együtt megy tovább, ki szeret, marad, ki nem, van máshol is világ címszó alatt. Tehát ez akkor a te világod? Fehérvár az mindenképpen. Tehát én itt születtem, itt élek azóta, nagyon szeretek itt élni,
nagyon jó városnak tartom, András óta főleg, tehát ezen szerencsére elmondhatom, hogy jóban vagyunk. Most az új könyvemet is támogatta a város, ez már a harmadik olyan kötet volt, amit támogattak, és ez egy pont nagyon jól élhető város. Tehát ez se nem kicsi, se nem nagy, nincs messze semmitől. Nagyon jó itt lakni, én nagyon szeretek itt lakni, és igazából nincs is terve, hogy én valaha máshol fogok élni. Nagy eséllyel én itt születtem, és itt is fogok élni végig. No, minden kötet vége a következő kezdete? Eddig úgy, nem, sőt már az előzőnél se volt úgy, tehát most úgy, az előző kötet volt ugye a 10. 20 év, 10 kötet olyan szépen nézett ki, soha nem gondoltam volna, hogy 10 könyvem lesz, és mégis egyszer csak jött ősszel az ihlet, és akkor elkezdtek készülni versek, és tényleg 3,5 hónap alatt elkészültek, és mégiscsak lett egy 11. kötet, ugye aminek még az extra különlegesség, hogy ezúttal a borítót is én csináltam, mind a kettőt, meg a koncepció is a saját ötletem, tehát az a könyv, az most 100%-ig az a 11. az én vagyok. Most megint úgy az a terv, hogy legyen egy kis szünet, mert lényegében 2 év alatt 4 könyv elkészült, meg szeretnék más területek felé nyitni egy kicsit. Tehát készül egy bizonyos musical, ami most a zeneszerző barátom miatt egy kicsit csúszik, mert ő most egy világhírű csellósra turnézik éppen, most azt hiszem legutóbb talán Egyiptomban voltak. Akkor a dalszövegek, amit szeretnék egy kicsit előrébb hozni, ott is, az se könnyű, tehát ott is nagyon kell házalni, nagyon kell jókor jó helyen lenni, mert nagyon nehéz bekerülni ezekbe a körforgásokba, nem mindig ugye a színvonal miatt, ezt is tudjuk, tehát ez is egy szomorú tény, hogy inkább az, hogy van egy mag, és akkor nehéz közéjük bekerülni, de a következő az az lenne, hogy én szeretnék dalokat írni. Mert nagyon sok dalszövegem pihen a fiókba, meg nagyon szívesen írok bárkinek, tehát nem úgymond ez csak simán ilyen, mondjuk úgy, hogy szakmai hiúságból. No, hát várjuk. Én azt mondom, nem csak én, hanem az olvasók is. Addig pedig, kedves nézőink, itt van a Bohóc két arca, a relax, illetve az irónia. Vegyék kézbe, olvassák, megéri. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, Kis Gábor volt a vendégem, Gábes V, a Bohóc két arca irónia, illetve a Bohóc két arca relax című kötetéről beszélgettünk. Vegyék meg, olvassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.